Pár nap alatt több mint 300 lakáspályázatot nyújtottak be a Miskolc Holding új elektronikus felületén. A koronavírus miatt az egész eljárás az interneten intézhető. Első körben 31 lakást hirdettek meg, amelyeket 5 évre adnak ki kedvezményes áron. Frissen festett falak, új ablakok, új fürdőkád és konyhabútor. Az egykori fészekrakós lakást az önkormányzat az alapoktól építette újjá, amit később megbízható bérlőnek adtak tovább. Ide gyakorlatilag egy új konyhabútor, de ezeket a burkolatokat föl kell szedni. Korábban személyesen is meg lehetett tekinteni a bérbeadásra váró ingatlanokat, a koronavírus viszont ezt is felülírta. Ez az az elektronikus felület, amelyen a Miskolc Holding lakáspályázata új formában indult el ettől a héttől, fotókkal és műszaki adatokkal kiegészítve. Ez a 37 négyzetméteres lakás csak egy a kiadásra váró avasi ingatlanok közül. Első körben 31 lakás került fel a honlapra, van köztük 35 és 98 négyzetméteres is. Áruk havonta 16 és 63 ezer forint között mozog. Pályázni ettől a héttől kizárólag ezen a felületen lehet. A miskolciak nagyon jól vették az akadályokat, 324 pályázó nyújtotta be eddig a pályázatát, összesen 807 pályázat érkezett, ez azért van így, mert egy pályázó három lakásra is pályázhat egyszerre. Tehát azt mondhatjuk, hogy óriási az érdeklődés. A lakásokat a bérlőknek kell felújítaniuk, ennek költségét jóváírják, így akár a bérleti díj fele is megspórolható. A mostani pályázat május 12-én zárul, majd újabb pályázat indul. A közeljövőben terv szerint városszerte körülbelül 200 önkormányzati tulajdonú lakás találhat gazdára.